Köszöntöm nézőinket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják 2013. június 14-én este 7 órakor. Híradásunk tartalmából. Megoldás keresése lakossági fórum Moson közlekedéséről. Apró támadások, hogyan védekezzünk a kullancsok ellen. Írók és olvasók találkozója, kortárs írók a könyvtárban. Lakossági fórumot tartottak a Fehérlóban. A mosoni polgárok a városrészen keresztül zúduló nagy, főként kamionok okozta forgalom miatt gyűltek össze. A két évtizede hiányzó déli autópálya lehajtó miatt ugyanis rengeteg tehergépjármű használja a Kossuth-Soproni, József Attila utcákat, számtalan balesetet okozva. A három utca mentén élőknek sok bosszúságot okoz a nagy forgalom. Az egyik országos vállalat kamionjai a mosoni telephelyükről ezen az útvonalon hajtanak rá az autópályára. Én voltam jó pár lakásba bent, és láttam, hogy az ablakok, az ajtók cserélve próbálkoztak felújítani a lakásukat. Mondom magának, hogy 5-10 centis repedéseket láttam, és még el is szégyeltem magam, hogy beengedtek ilyen helyekre, és megmutatták azt, hogy néz ki ez az egész. Tehát ez ennek a következménye. Az útnak a forgalomnak, az útnak a következménye, hogy a lakóházainkban tényleg nem 1-2 milliós forintos károk vannak, hanem több. A lakossági fórumon is elhangzott, a főútvonalak nem az önkormányzat tulajdonában vannak. Így a Kossuth Lajos, a Sopron, illetve a József Attila utcán sem intézkedhet Mosonmagyaróvár. A Magyar Közút ZRT-nek kötelessége például felfesteni a zebrákat, kátyúzni az utakon. A forgalomcsillapító eszközöket is a közútnak kell telepítenie. A városnak ehhez ilyen téren nem sok jogosítvány, ami nem a saját útján megy. A legtöbb kamion, ami eljön, semmi, nem is adózik a városnak, még egy fillért sem, mert nem itt van bejegyezve. Csak betér a városba, mert céghez megy, rakodik, vagy bármicsoda. Gyakran felmerül, miért nem építenek körforgalmat az Ostermayer utca Kossuth út 86-os főút csomópontjába. Egyrészt a nemzetközi főút szabványai miatt házakat kellene elbontani, hogy megfelelő ívben kanyarodhassanak a kamionok. De mi nem akarjuk, hogy ez megmaradjon nemzetközi főútvonalnak. Pont azt szeretnénk, hogy ez egy városi út legyen, és ha megkönnyítjük azt, hogy ott egy körforgalommal könnyebben közlekedjenek, akkor bebetonozzuk azt, hogy ott maradjon a nemzetközi főútvonal. Megoldást jelenthetne, ha az autópálya lehajtót követően jobbra letérnének a kamionok. Itt az út egy része már megvan. Ami nehezíti a kivitelezést, hogy nemzetközi forgalmú 160 km/órás sebességű vasúti pályán kellene keresztül vinni az utat. A vasútállomás biztosító berendezéseit át kell telepíteni, ez megnöveli a költségeket. A jó hír viszont az, hogy attól a 60 hatóságtól, amely engedélyezi a majdan elkészülő terveket, másfél éves procedúra után mindegyik elvi hozzájárulását adta a megvalósításhoz, mondta a Városfejlesztési és Fenntartási Osztály vezetője. A 2014-ben induló uniós költségvetési ciklusban lát esélyt a város polgármestere, hogy forrást nyerjen el Mosonmagyaróvár az útépítésre, amelynek becslések szerinti összege 200 millió forint. Már nem csak a szúnyogok ellen kell védekeznünk a szabadban, hanem a kullancsok ellen is. Mindenképp fontos, hogy alaposan átvizsgáljuk testünket a természetjárás után, különös tekintettel a hajlatokra. Az apró kártevő súlyos betegségeket hordozhat magával. A szúnyogok mellett a kullancsoknak is nagyon kedvez a mostani időjárás. Ezeknek az apró kártevőknek elsősorban a meleg, párás időszak a legmegfelelőbb. Egy kirándulás során, vagy akár a kertben végzett munka közben is érhet minket támadás. A kullancsriasztószerek használata fontos, hogyha megyünk kirándulni az erdőbe, mindenképpen használjuk ezeket, rengeteg szer forgalomban van már, célszerű világos színű ruhákat hordani, ezen könnyebben észrevehető a kullancs. Mindenféle kirándulás után, kertben végzett munka után mindenképpen végezzünk kullancsvizitet, tehát nézzük át a testünket, mert fontos a minél hamarabbi eltávolítás, ha esetleg a bőrünkbe fúródott a kullancs. Létezik védőoltás, ami a kullancsok ellen nem, de az általuk hordozott betegségek ellen védelmet biztosít. Van vírusos formája, illetve a baktérium által okozott Lyme-kór. A vírusos betegség ellen rendelkezünk védőoltással. Ezt a téli időszakban érdemes elkezdeni, hogy a védettség kialakuljon a kullancs szezonra.
A Lyme-kór ellen sajnos nem rendelkezünk védőoltással. Ezt azonban könnyű felismerni, nagyon jellegzetes bőrpír jelentkezik a fertőzést követően. Gyógyszeres kezeléssel könnyen gyógyítható. Akár mi magunk egy csipesz segítségével is ki tudjuk szedni a kártevőt, óvatosan kell azonban hozzálátni, előfordulhat, hogy nem tudjuk tökéletesen eltávolítani a kullancsot a bőr alól. Akkor, hogyha nem jól ragadjuk meg a kullancs testét, képes a gyomrából ezt a kórokozót, a borrelia kórokozót, ez egy baktérium, a sebbe belecsöppenteni, beleköpni, és akkor pár nap múlva egy rózsaszín kör alakú infekciós terület jelenik meg. Ezt, ha megfigyeljük, meg látjuk, azonnal orvoshoz kell fordulni. Vizsgálni lehet, a vérből kimutatható a fertőzés ténye, és meggyógyítható. Abban az esetben, ha a kullancs feje benszakad, a kullancs fejében élősködő vírus kullancs enkefalitiszt tud okozni. Ez a legveszélyesebb. Lázzal, fejfájással jelentkezik, körülbelül a benszakadás után 12-14 nappal. Minden esetben azonnal orvoshoz kell fordulni, teszi hozzá a főorvos. A kullancs kiszedését a központi ügyeletben számtalan alkalommal elvégeztük, bármilyen időben felkereshető, erre szakszerű személyzet van, és el tudjuk távolítani. Minden esetre a legfontosabb az, hogy kirándulás után vizsgáljuk át a testhajlatokat, hajas fejbőrt, gyermekeken lágyékhajlatot, mert a kullancs tulajdonképpen rá ereszti magát, rá dobja magát az arra sétáló emberre, ugyanakkor nem csak emberre veszélyes, állatainkra is, azokra is oda kell figyelni. Az ünnepi könyvhéten hosszú évek óta megkülönböztetett figyelem irányul a kortárs magyar irodalomra. A Huszárgál Városi Könyvtárban is két rendkívül népszerű írót láttak vendégül. A gyerekeknek a Lárpurlár és a Holló Színházból jól ismert Nagy Natália tartott könyvbemutatóval egybekötött mese délutánt, a felnőtt olvasók kedvéért pedig Fábián Jankát polgári nevén Mezei Johannát hívták meg. A Városi Könyvtárban a kölcsönzési toplista előkelő helyén álló Fábián Jankával találkozhattak olvasói. A gyerekek Nagy Natália abszurd humorral átitatott, mégis komoly tudásanyagot magába foglaló meséit hallgathatták meg az ünnepi könyvhét alkalmából. Fiktív szereplőim vannak, kivéve néha megjelennek a regényeimben valós létezett történelmi alakok, de általában csak mellékszereplőként. Sőt, van, amikor csak így messziről látjuk őket. Valahogy az ötletek rímben jöttek, úgyhogy végülis egy verses mese lett belőle, és mindegyik bolygó kapott egy-egy fejezetet, egy-egy történettel. Nagy Natália írásaiban nagy szerepe van a humornak, így meséit a felnőttek is élvezik. Fábián Janka elsősorban szórakoztatni akar, de fontos számára a történelmi hűség. Verses forma miatt talán jó lehet a kicsiknek, mert hogy ritmikus, dallamos a hangzása, de a poénok jó része azért a nagyobb gyerekeknek, tehát az alsós korosztálynak, illetve még vannak poénok, amik inkább a felnőtteknek szólnak. Úgy nevezném, hogy történelmi romantikus regények, de hát a romantika is fontos szerepet játszik benne, bennük, nem csak a történelem. De hogyha valaki igazából mélyebben meg szeretné ismerni, akkor annak azt tudom javasolni, hogy olvasol utána, esetleg valami megtetszett benne, vagy valamelyik kor, vagy esemény szimpatikus lett. Az írás és az olvasás alapvetően magányos tevékenység, ezért az alkotó és a befogadó számára is különös élményt jelent a személyes találkozás. Nagyon jó érzés találkozni a közönséggel, és igazából így, hogy a boltokban nincsen, viszont én tulajdonképpen minden nap valahol vagyok az országban, és így dedikálom a könyveim, így sokkal több olvasóhoz eljut. Semmi nem pótolhatja, hogyha az ember tényleg személyesen találkozik az olvasókkal, és elbeszélget velük. A közelmúltban Budapesten rendezték az atlétika diákolimpia döntőit, amelyen kiválóan szerepeltek a Móra iskola tanulói. A második korcsoportos fiú egyéni versenyt megnyerte, így országos bajnok lett Ballabás Bence. A második korcsoportos fiú összetett csapatversenyben a Ballabás Bence, Pandur Gergő, Zömbik Trisztán, Schulz András, Mulató Kornél, Szabó László alkotta tím, az előkelő harmadik helyen végzett. Kiválóan versenyzett a diákolimpiai döntőben a szintén mórás, Horváth Koppány is, aki a harmadik korcsoportban állt rajthoz magasugrásban és távolugrásban, ahol mindkét versenyszámban a dobogóról épp hogy lecsúszva a negyedik helyen végzett.
Szombaton délután játssza a Futura Moson-Magyaróvár az osztályozó visszavágóját a Majosi Ese ellen. Az 5 órakor kezdődő mérkőzés tétje, hogy a csapat az MB3-ban marad-e. Minden szurkolótorokra szükség van a Wittmann Parkban 15-én, tehát szombat délután 5 órakor. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. A hamarosan következő hírháttérben a mosoni közlekedés nehézségeiről és a megoldásról beszélgetünk a körzet képviselőjével, Faddi Horváth Pállal. Ezt követően a járási panorámával, térségi hírösszefoglalónkkal jelentkezünk, benne az elmúlt hét árvízi híreinek összefoglalójával. Friss híradóval június 17-én hétfőn este 7 órakor várom Önöket, viszontlátásra!